Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Kecskemétváros polgármesterével, Szemerényné Pataki Klaudiával beszélgetünk a következő percekben. Itt van már a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszöntöm a rádió hallgatóit! Az elmúlt héten megalakult az új kecskeméti közgyűlés, megtartották az alakuló ülést. Beszélgessünk erről, mi történt ott, újabb alpolgármestereket köszönthetünk. Hogyan is néz ki most Kecskemét közgyűlése? Ugye 21 fővel alakult meg Kecskemét közgyűlése, és ezen az alakuló közgyűlésen határozzuk meg azokat a munkarendeket, munkacsoportokat, témákat, amelyek alapján szervezzük a következő időszakban, a következő 5 évben a várospolitikai munkát. Ugye 7 bizottságot hoztunk létre, meghatároztuk a bizottsági elnököket, a bizottság tagjait, és ugye a bizottsági tagok között vannak külső bizottsági tagok is, akik nem megválasztott önkormányzati képviselők, hanem olyan szakértők, akik az adott tématerületen, a szociális területen, a gondoskodás részében, az oktatási, nevelési területen, vagy akár a városüzemeltetés területén, vagy a fejlesztések területén, és akkor lehetne sorolni tovább a 7 bizottságot, de szakértőkkel támogatott bizottságok jöttek létre, és mindenki letette az esküjét. Megválasztottuk a tisztségviselőket a következő 5 évre, és természetesen mindez úgy történt, hogy hetek óta zajlottak az egyeztetések a frakciók és a bejutott képviselők között, hiszen vannak olyan tagjai is a közgyűlésnek, akik nem tudnak frakciót alakítani, mert egy szál magukban vannak, ugye a kutyapárti képviselő, a Mi Hazánknak a képviselője és egy független szervezetnek a képviselője. Ezen kívül 2 frakció jelentette be a megalakulását, a Szövetség a Híres Városért frakció, és a Stabil Kiszámítható most már több cikluson keresztül a Fidesz-KDNP frakció, aki adja a közgyűlés többségét is, és a stabilitását a döntést hozatalnál. Szemerényné Pataki Klaudia vendégünk, Kecskemét város polgármestere. 5 alpolgármestere van Kecskemétnek. Köszönthetünk új alpolgármestereket. Köszönthetünk új alpolgármestereket is, és én az 5-nél sokszor el szokott hangzani, hogy sok vagy kevés. Van benne 2 társadalmi megbízatású, ami azt jelenti, hogy nem főállásban végzi a munkáját, hanem egy-egy részterületet képvisel a város érdekében. Szeretném az újakat először megemlíteni, hiszen ők is azért itt dolgoznak már velünk, közéleti szerepet töltenek be. Dr. Fekete Gáborra esett a választásom és a javaslatom, akit szerettem volna a közgyűlés által is elfogadottá tenni, de meg is kapta a Gábor bőven a többséget. Ő ügyvédként tudja a jogi részeit képviselni a városnak, de hát egy nagyon sikeres önkormányzati képviselő, aki a Katonatelep és Vacsihegy térségében az elmúlt években nagyon nagy munkát végzett, és minden mellett pedig a jogi, városüzemeltetési, városfejlesztési területen, vagyon kérdésekben, és most ugye a sport területén is fogja segíteni a közgyűlésnek a munkáját. Másik új alpolgármester pedig Bán János, akit szerintem megint csak nem kell sokaknak bemutatni, hiszen a kulturális közélet egyik emblematikus szereplője Kecskeméten, ugye a Hunyadi sorozatával, és majd rövidesen bemutató Hunyadi film forgatókönyvében való részvételével azért beírta magát a kulturális közéletébe Kecskemétnek, és hát ő rábíztam elsősorban a kulturális területnek a támogatását, szakmai segítség és stratégia alkotását, egy új kulturális koncepció megalkotását, hiszen komoly kulturális intézményeink vannak, nagyon komoly hálózattal, kulturális élettel a városban, és mindamellett még ugye a kommunikációs városmarketing turisztikai tevékenység, amelyek szorosan együtt működnek és mozognak a kulturális területtel, kapta ezeket a feladatokat Bán János alpolgármesterként, és akire pedig már nagyon régóta támaszkodom, és most is felkértem további segítségre, Engert Jakabné, a polgármesterasszonyt, egy nagyon jelentős és nagyon fontos területét viszi a városnak, ugye a szociális, egészségügyi kérdéseket gondozza, képviseli, civil, egyházügyi kérdéseket, vallási, hitéleti kérdéseket, de hát elsősorban a alapellátáshoz tartozó
tartozó egészségügyi ellátáshoz tartozó összes kérdéskörben foglalatoskodik. Ő is ugye miután kórházban több évtizedes munkát végzett, ezért az ő szakmaisága, a kapcsolatrendszere és a tapasztalata az, azt gondolom, hogy egy abszolút hiteles lenyomata az ő munkájának és az életének. És akkor még meg szeretném említeni a két társadalmi megbízatású alpolgármestert, ők pedig egy ismert közéleti szereplők szintén, Gály József, akit megint csak újra választottak a Bács-Kiskun megyei kereskedelmi és iparkamara elnökévé is. Azért mondtam, hogy ők társadalmi munkában végzik a munkájukat, és hát egyértelmű, hogy a Kecskeméten dübörgő gazdasági élet, és ez a nagyon színes gazdasági paletta, ami jellemzi az iparfejlesztéssel, gazdaságfejlesztéssel a város életét, abban kell egy hiteles koordinációt képviselő szereplő, és dr. Homoki Tamás, akit pedig az elmúlt években a közlekedés teljes megreformálása és átalakítása kapcsán ismerhettünk meg, nagyon profi módon, szakszerűen fölépítve szépen a tömegközlekedés újraszervezését, átalakítását, sok-sok kérdőjelekkel, sok-sok bizonytalan változásokkal, amelyeket őt fölvállalt a volánnal szemben egy saját társaság létrehozása. Egy folyamatosan változó világban ez egy kulcs és központi kérdése a városunk életének, és minden mellett nem csak a tömegközlekedés, hanem a közlekedésbiztonság és a közbiztonsági rendvédelmi szervekkel való kapcsolattartás is a feladatába tartozik. Szemereiné Pataki Klaudia vendégünk, Kecskemét város polgármestere, és hát az új ciklus újabb üzemátadással indult itt a napokban. Mit is tudtatunk erről? Hol adtak át egy új üzemet, és milyen üzemről van szó? Bizony, igen, ahogy említettem, hogy a gazdasági ereje, a gazdaság fejlesztése a városnak az továbbra is domináns és fő feladata a mindennapi városvezetésnek, és ezért a délen kialakuló új ipari park, amelyet nyilván a Mercedeshez kötődő, a Mercedes második üteméhez kötődő fejlesztéseket, beszállítókat, logisztikai társaságokat foglal és fogad be folyamatosan, ennek egy újabb állomásához érkeztünk, egy közel 100 hektáros területet fejlesztettünk meg az elmúlt időszakban azzal a speciális eszközzel, amelyet így Kecskeméten az országban egyedüliként alkalmazunk a Városi Kockázati Tőke Alap támogatásával és segítségével. Tehát mi Kecskeméten önállóan vettünk kezünkbe a sorsunkat, hogy megfelelő ipari infrastruktúrát tudjunk kialakítani a betelepülő vállalkozásoknak, és most ez látható egyébként majd a város északi oldalán is, hiszen az a csomóponti fejlesztés, ami épp a napokban indul el, annak köszönhetően ugye most már nem csak a déli terület fog ilyen szempontból fejlődni iparfejlesztés, gazdaságfejlesztés és a betelepülő vállalkozások szempontjából, hanem eléggé kiszélesedik a városövezete fejlesztési zónái is. Itt van még a stúdióban velünk Szemereiné Pataki Klaudia, Kecskemét város polgármestere, akivel beszélgetünk még pár percig egy nagyon fontos dologról, ha már közlekedés is, mert szóba is került az északi része Kecskemétnek. Ugye lezárták Kecskemét északi csomópontját, pontosabban ugye az M5-ös autópályán, a 74-es kilométer szelvényben található Kecskemét észak csomópontról van szó, és ráadásul ez a lezárás azért nem egy évig fog tartani. Mit tudhatunk erről, és miért is van erre szükség? Ugye a város északi részén egy teljes úthálózatat fogja elkerülni az M44-es Kecskemétnek a keleti északi részét, és azért mondom, hogy ez egy kicsit nagyobb ívű fejlesztésről beszélünk, hiszen most már Kecskemét teljes elkerülő körgyűrű hálózata kialakul az M44-es bezárásával, amelyet az M5-ös autópályával kötünk össze, és jelen pillanatban ugye az építési közlekedési minisztérium az, amelyek végzi ezt a beruházást ennél a csomópontnál. Igen, két évig tart a teljes lebonyolítása, de ez nem azt jelenti, hogy abszolút közlekedhetetlen lesz két évig, hiszen ami a teljes blokkolást jelenti, az jövő tavasz. Jövő tavasszal újabb felületek szabadulnak fel. Kecskemétnek 4 bejárata van, 4 autópálya bejárata van, ebből most az egyik autópálya bejáró tavaszig lesz lezárva, de a kifelé menő forgalom
forgalmat, azt fogják biztosítani ezen a be- és kijáraton is. Egyébként a többi területen pedig zavartalan lehet a forgalom, és ezért is jó, hogy nem sokkal később, nem régen elkészült a Hetényi bekötőútunk is, illetve az a lejáró, amellyel a Kecskemétet a Ladánybenei úton keresztül is meg lehet közelíteni, illetve a Nyíri út folytatásán keresztül. Tehát itt minden mindenre épül. Ahogy említettem, az útépítési koncepciónál nekünk az elsődleges szempontunk az volt, hogy az az iparfejlesztés, ami a városon belül zajlik, és az ipart kiszolgáló logisztikai teherforgalom, az ne jöjjön keresztül a városon, lehetőleg tartsuk távol. Ez volt az első prioritás, és ez a több ezer kamion forgalom, ami közlekedik napi szinten a várost megkerülve, az most már egy teljes körgyűrű szakaszon lassan bezárul ez a körgyűrű, tehermentesíteni tudja a város belterületi útszakaszait. Itt a napokban olvastam, hogy hasonló, mint az M0-ás, vagy szinte egy hasonló épül itt Kecskemét körül. Igen, egy óriási csomópont épül, és ez az óriási csomópont egy új lehetőséget nyit magával, ezért is említettem, hogy a város déli részéből majd egy-két éven belül átkerül a hangsúly az északi részre, hiszen Magyarország vidéki legnagyobb csomópontja épül az M0-áson kívül. Ez az M0-ást fogja majd azért valamilyen szinten tehermentesíteni is, hogyha a 8-as is 2033-ig teljességében elkészül, és ahogy látom az ütemezést, ez nagyon jól alakul, tehát ez még várható is, hogy elkészül 2033-ig, de ez a csomópont, ez egy nagyon nagy léptékű csomópont, hiszen az M44-es, az M5-ös, és majd az M8-asnak lesz egy központi csomópontja, mint egy 8 sávos csomópontról beszélünk. Fogunk még erről biztosan beszélni a következő hónapokban, és a hallgatók figyelmét is felhívjuk folyamatosan, úgyhogy polgármester asszony, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen a meghívást.